Léte az internet ásza. Ez a címe annak a pályázatnak, amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat írt ki. A témában nagy szeretettel köszöntöm Kurkó György Zsuzsannát itt a stúdióban. Szerbusz, Zsuzsa! Köszönöm én is a meghívást. Na hát, legyél az internet ásza, ez tehát a felhívása ennek a pályázatnak. Mesélj arról, hogy miért fogalmaztátok meg magatokban, miért kellett megírnotok ezt a pályázatot, mi a jelentősége? Évente kétszer szoktunk két alkalommal egy pályázati kiírást közé tenni, és hát azért nagyon sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen az újabb pályázati kiírásunk témája, és mit kérjünk a gyerekektől. Az idén mi most arra gondoltunk, hogy egy olyan 3 perces videó elkészítésére szólítjuk fel a gyerekeket, ahol a kortársaikhoz szólhatnak, és meg kellene őket győzni arról, hogy szerintük miért kellene ők is az internet ászai legyenek. Ez egy nagyon-nagyon kreatív pályamunkákat előre sejtető pályázati kiírás, mert hogy semmi más feltételt nem határoztunk meg, csak azt mondtuk, hogy maximum 3 perc lehet. Bármilyen technikát használhatnak, bármilyen mód, bármilyen eszközökkel, akár egyénileg, akár csoportban is pályázhatnak. Mit jelent az, hogy az ásza az internetnek valaki? Milyen tulajdonságokkal rendelkezik az, aki az internet ásza? Van egy Legyél az internet ásza programunk. Ez egy közös együttműködés, ez egy globális program, amit a Google indított útjának. Már nagyon sok országban ez népszerű és sikeres program, és most idéntől a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat lett az a kiválasztott szervezet, partnerszervezet, aki itt ezt a programot Magyarországon megvalósítja. A programunk neve Legyél az internet ásza, és hát 5 modul tartalmaz, 5 modulra bontottuk az oktatási anyagunkat, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy legyenek a gyerekek kedvesek, mert kedvesnek lenni menő, gondolják meg, hogy mit osztanak meg, tartsák meg maguknak a titkokat, mielőtt bármit megosztanak, gondolják meg 2-3-szor, nagyon sokszor, hogy annak mi lehet a következménye. Hogyha bármi kellemetlenség történik, akkor forduljanak valakihez segítségért, és tudják, hogy kik azok a személyek, akikhez segítségért lehet fordulni. Ez az 5 pillér nagyon jól orientálja a viselkedést, az internet felhasználásával kapcsolatos magatartást, tehát legyünk kedvesek, tehát ne osszunk meg bántó tartalmakat, vagy például mérlegeljünk, mielőtt bármit kiteszünk, ahogy az előbb említetted, tehát tartsuk meg magunknak a titkainkat, tehát mondjuk a közösségi oldalakon ne tegyünk fel olyan személyes jellegű dolgokat, amivel mondjuk a családunk életét mutatjuk meg nagyon belső módon. Tehát tulajdonképpen ezzel az 5 pillérrel orientáljátok a gyerekeket arra, hogy hogyan érdemes viselkedni az interneten belül. Így van, pontosan a programnak, ennek a Legyél az internet ásza programnak a jó digitális állampolgárság, az arra való felkészítés, a tudatosság a célunk. És ez azban is egy picit másabb a mi korábbi tevékenységünktől, mert itt a célcsoport az 7 és 13 éves gyerekek, elsősorban szülei, majd a tanárok, szociális munkások akár, és a gyerekek. És mi azt vállaltuk 2023 végéig, hogy 44 ezer felhasználó gyereket fogunk elérni. Kétféleképpen, direkt módon vagy indirekt módon. Mi indirekt módon alatt azt értjük, hogy nem mi, a mi oktatóink mennek ki a gyerekeket oktatni, hanem mi vállaljuk a 7-13 éves gyerekek tanáraiknak az oktatását, előadások tartása, workshopok, adunk nekik egy olyan eszköztárat, ami segítségével ők majd az osztályban ennek segítségével tudnak oktatni, akár a saját tantárgyaikba egy picit beépíteni. Ez azt jelenti, hogy bárki számára van egy elérhető és ingyenesen letölthető oktatási anyagunk, vannak leckekönyvek, leckék, vannak szituációs játékok. A szülőkre is gondoltunk, és a szülők számára vannak kézikönyvek, családi jóléthez való kézikönyvek, amiben hasonlóképpen vannak tippek, vannak témajavaslatok, vannak olyan feladatok, amit közösen gyerek és szülő kell megoldjanak. Tehát mi felismerve azt, hogy a gyerekek már nagyon korai időben kapnak
kapnak önálló saját digitális eszközt. Nagyon kevés szülő az, aki megfelelőképpen fel tudja őket készíteni, vagy akár egy eszközre egy szűrőprogramot telepíteni. És épp pontosan ebben szeretnénk segíteni, hogy ismerjék ezeket az eszközöket, ezeket a lehetőségeket, és őket is segítsük abban, hogy tudatosabban tudják használni az internetet. Egy picit ehhez kapcsolódik a pályázatunk is, és kapcsolódik ahhoz is, hogy nagyon fontos a kortárs mentorálás. A gyerekek nyilván példát látnak otthon a szülőktől, majd példát látnak, egy jó példát a tanáraiktól, de azért valljuk be, hogy mi is kamaszkorunkban azért szerettünk mindig hasonlítani a legmenőbb osztálytársunkhoz, vagy azért a csintevések akkor is nagyon vonzóak voltak. Igen, tehát hiába, bocsánat, csak hogy tényleg én is, hogyha visszagondolok az én kamaszkoromra, hiába voltak jó példák előttünk, azt úgy megtartottuk magunknak, meg ugye fejünkben volt, de mindig azért az iskolatársakra, a csoporttársakra, az osztálytársakra akartunk hasonlítani, az határozta meg, hogy mi hogy viselkedünk, hogy ők mit mondanak, tehát van egy olyan kohézió, amit itt nem lehet kikerülni, és ezért fontos az, igen, hogy jó irányba menjenek együtt a fiatalok. Igen, és ezért írtuk ki éppen a pályázati kiírásba, hogy a 3 perces kis videók a saját kortársaiknak szóljanak, és ne nekünk, felnőtteknek, és hogyha mi ezeket a elkészült videókat majd oktatási céllal szeretnénk előadásokon megmutatni a gyerekeknek, és használni, akkor tulajdonképpen mi egy csatorna leszünk kortársak között, és segíteni fogunk, hogy ezek az üzenetek, a gyerektől származó üzenetek eljussanak a gyerekek számára. Akkor itt a pályázat azzal indult tulajdonképpen, hogy el kell készíteni egy rövid videót, egy 3 perces videót. Ezt mennyi ideig, vagy milyen időtartam az, amíg be lehet hozzátok küldeni, meddig él a pályázat, és aki egyébként nyertesként végez ezen a pályázaton, mit nyerhet? A leadási határidő az december 15. Elektronikus módon lehet beküldeni a pályázatokat a sipkukac@gyermekmentő.hu e-mail címre. Egyébként a pályázatról további információkat a honlapunkon megtalálnak, a www.szaferinternet.hu oldalon. 3 különböző korcsoportban díjazzuk és értékeljük a pályamunkákat. Külön van általános iskolásoknak alsós, sok külön felsősök és középiskolásoknak. 3 korcsoportban külön díjazunk, pénzjutalmat adunk a gyerekeknek, pénzjutalmat is. 50-40-30 ezer forintot adunk az első, második, harmadik helyezetnek, a negyedik, hetedik helyezetteknek 10-10 ezer forintot. Ezen kívül még kapnak értékes jutalmakat is, és a nyertesek részt vehetnek egy közös kisfilm készítésében. A leadási határidő az december 15, és nem csak a pályázatot kell megküldeni, hanem tartozik hozzá egy jelentkezési lap és egy hozzájárulási nyilatkozat. Ez utóbbi azért kell, mert mi ezeket a munkákat szeretnénk majd a program során oktatás céllal előadásokon felhasználni. Tehát december 15-ig akkor buzdítjuk a nézőket, hogy például az unokáknak adják át ezt a kis üzenetet, hogy küldjenek egy ilyen videót, legyél te az internet ásza, ez a témája ennek a pályázatnak. Egy picit viszont elkanyarod a pályázatot itt az utolsó percekben a beszélgetésünkben. Említettük, érintettük itt a színfalak mögött az előbb, amikor néhány szót váltottunk, azt, hogy a szülő és a gyereknek a viszonya hogy nem tud csorbulni abban a közegben, amikor a szülő próbálja biztonságos internet felhasználásra buzdítani a gyermekét, tehát nyilván ellenőrizni, kicsit orientálni, hogy hogyan vegyen részt az internet felhasználásában, hogyan legyen jelen közösségi oldalakon, és eközben hogy tudjon jó barát maradni, hogyan tudjon jó partner maradni, hogy ne lásson a gyermek ellenséget a szülőben ebben az esetben. Ti erre milyen tanácsokat tudtok mondani? Biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz megmaradni, és eközben jó és rossz zsarut játszani. De azt gondolom, hogy az első 8 év nagyon-nagyon-nagyon fontos. És minden szülő igyekszik a
a lehető legjobbat adni, nyújtani a gyerekének. És hogyha a gyereke kér egy digitális eszközt, akkor valószínű, hogy előbb-utóbb meg fogja venni, mert belátja ő is azt, hogyha nem veszi meg, akkor kiközösítik, de egyébként hasznos az az eszköz, mert fel tudja hívni bárhol van, mert követni tudja, hogy hol jár, üzenetet tud váltani, tehát az ő maga megnyugtatására is jó. Mi nem tudunk tuti tippeket, recepteket, személyre szabott megoldásokat adni, mert minden gyerek más, családon belül is vannak olyan gyerekek, akik kis könyvmolyók, és soha senki nem mondta nekik azt, hogy itt ez a könyv, már pedig olvasd el, és ő mégis szeret és imád könyvet olvasni, és ott van mellette egy másik gyerek, aki ugyanazt a tanítási, nevelési módszert kapja, és ő például pár perc alatt képes, őt például pár perc alatt képes az internet, a világháló, ez az inger gazdag közegbe szippantani. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog a jó példamutatás, a közös szabályok átbeszélése, lefektetése, mindennek a megindoklása. Ne azt mondjuk a gyereknek, hogy most nem szabad, és azért, mert én azt mondom, hogy nem, és azért, mert én azt gondolom, hogy nem jó, hanem beszéljük ezeket meg közösen. Nyilván mindig az adott gyerek életkori sajátosságainak mit ért meg, de ezt ki más tudná a legjobban, mint a saját édesanyja, édesapja, szülő, aki neveli őt. Én azt gondolom, hogy van egy olyan eszköztárunk ebben a Legyél az internet ászában is, ami segíteni tud a szülőknek, és meg tudják kapni, megtalálják benne azokat az ők családjukra alkalmazható megoldásokat, ami majd utána egy tényleg jó hangulatban tudja őket elvezetni, irányítani, és majd meg tudnak benne bízni. Az se jó, hogyha a gyereknek a telefonjára például úgy telepítünk szűrőprogramokat, és úgy figyeljük meg azt, hogy a gyerek nem tudja. Tehát nem mehetünk bele a gyereknek ennyire az intim szférájába, de hogyha ezeket közösen átbeszéljük, akkor úgy gondolom, hogy csak jó út ez, és csak jó dolog. Én azt hiszem, hogy mégiscsak tudtál jó tanácsot adni nekünk, vagy jó tanácsal szolgálni a szülőknek. Utolsó kérdésem, mert lejárt az időnk, de most már vissza tudunk tekinteni erre az évre, még egy pici van előttünk, de lassan már 2022-t fogunk írni. Hogyan értékelitek a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatban ezt az évet? Mennyire voltatok hatékonyak, mennyire akadályozott benneteket például a világjárvány? Mit tudtatok véghez vinni abból, amit kitűztetek magatok elé? Attól függ, hogy mihez viszonyítjuk az idei évet. Hogyha a tavalyihoz viszonyítjuk, akkor nyilván minket is meglepett ez az új helyzet, és nekünk is gyorsan kellett adaptálódni az online oktatásokhoz, az órák megtartásához, és ez egyáltalán a tevékenység online végzéséhez. Ahhoz képest, tavalyhoz képest sokkal több gyereket tudtunk elérni, de ez nem csak a mi munkánk gyümölcse, hanem ide azért nagyon komoly háttér kell, nagyon sokat egyeztetünk iskolákkal, osztályfőnökökkel, szülőkkel, az ők együttműködésére is nagyon nagyon szükség fontos van. És nagyon nagy szükség van, igen. Hogyha korábbi évekhez viszonyítjuk a tevékenységet, nyilván kevesebb gyereket érünk el, mert az amúgy is leterhelt osztályok, akik online kellett tanuljanak és tanítsanak azokban az osztályokban. Nem várhattuk el nagyon sok esetben, hogy nekünk is biztosítsanak egy 45 percet, mert ők igyekeztek a saját anyagaikat ebben a rendelkezésükre álló rövid időben behozni. A visszajelzések alapján elmondható az, hogy a gyerekek az online oktatást szerették, de nagyon örültek annak, amikor visszatérhettek a jelenléti oktatásra. Tudtunk segíteni mondjuk eszközökkel, tudtunk segíteni olyan információkkal, hogy adatkezelés, például a fotók feltöltése, különböző applikációk, amiket használnak a kapcsolattartásra, azoknak a biztonságos beállítása,
Nyilván hasznos volt olyan szempontból ez az időszak, hogy megtanultuk használni ezeket az amúgy is jó oktatást segítő applikációkat, amik ott voltak, de tudomást sem szereztünk róluk. Megtanultuk ezeket használni, megtanultuk ezeket továbbá biztonságosan is használni, de azért a jelenléti oktatás az nagyon fontos, és mi is nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha jövőre még több gyereket tudnánk jelenléti oktatással elérni. Urkó György Zsuzsanna, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és én a további szolgálathoz kitartást kívánok. Köszönjük szépen!